Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a Kávéházban, ez a Kávéházi Rendezvú, ezúttal pedig vendégem Dömötör Csaba, a Szakképzési Centrum kancellárja. Ki sem tudom mondani a nevét, olyan hosszú. Mi most pontosan a Szakképzési Centrum neve? Volna Vármegyei Szakképzési Centrum, ez most a nevünk. Hát ez közben itt 5 év alatt változott kétszer, mert hogy ugye a megyék vármegyék kialakultak, és egy parlamenti döntés értelmében, és akkor ugye innentől kezdve mi is vármegyeiek lettünk. Szóval üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek. Szakmai dolgok adnak magukat, hogy arról beszélgessünk, de én először azt szeretném tudni, hogy honnan származik ön, szekszárdi eredetileg? Hát én eredetileg Szekszárdon születtem. Életem első 9 évét nem itt töltöttem, tehát a gyerekkoromnak van egy olyan meghatározó része kisgyerekkornak, ami nem itt történt, nem itt éltem azt az életemet. Aztán 9 éves koromtól már Szekszárdon, és gyakorlatilag hát egy néhány éves kivétellel, egy néhány év megszakítással, de tulajdonképpen már végig itt Szekszárdon élek és dolgozom. És melyik városrész volt az otthon gyerekként? Hát a gyerekként az otthon az Újváros volt. A Kadarka lakótelep, a Kadarka lakótelepi srácok, ez volt a közvetlen meghatározó. Babics iskolába jártam, általános iskolába, és akkor a Kadarka lakótelep. Hát én Rákóczi utcában laktam, de hát az ugye az közvetlenül ott a Kadarka lakótelep alatt volt, és én inkább az életemet mindig a Kadarka lakótelephez kötöttem, mert ott voltak a barátok, ott voltak a gyerekkori ismerősök, jó barátok, akik aztán később meg is maradtak nagyon sok közülük, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot, és jóban vagyunk. És a Babics iskola után mi következett? Babics iskola után jött egy garai gimnázium, aztán egy tanárképző főiskola. És matek-fizika. Matek-fizika. Ami igazán különleges, főleg úgy, hogy manapság azért a matek-fizika szakos tanárból viszonylag kevés van legalábbis. Ezt hallja az ember a hírekben. Miért éppen a matek-fizikát? Miért matek-fizikát? Engem inkább az érdekelt, hogy miért tanári pálya. Ezen gondolkodom azóta is. Miért tanári pálya? Igen. Matek-fizika az egyértelmű volt. Középiskolába is, már a garai gimnáziumba is tagozatos osztályba jártam. És ez így adta magát az irányultság. Hogy miért pont tanári pálya, ez egy nagyon érdekes dolog volt, ezen pont így gondolkodtam is nagyon régen, hogy a pályaválasztásom ez egy ilyen nagyon érdekes történet, mert hogy én nem tudtam, mi szeretnék lenni. Tudtam, hogy érdekel a természettudomány, tudtam, hogy érdekel ez a része a világnak, de hogy mihez kössem, az kevésbé, azt tudtam, hogy mi az, ami nem megy nekem. Nem tudtam rajzolni. Abban ügyetlen vagyok mind a mai napig. És ebből aztán azt a következtetést szűrtem le magamnak, hogy akkor a mérnöki pályák valószínűleg nem az enyémek, mert ott rajzolni kell, ott kell egy jó kézügyesség, kell egy jó manualitás. Mi maradt? Maradt volna egy kicsit a közgazdasági irány. Oda meg azért nem mentem, mert édesanyám meg édesapám ezen a területen dolgozott, és én nem szerettem volna akkor és ott ezen a területen dolgozni. És mi jött helyette? Gondolkodni kellett. Volt a családnak egy jó ismerőse, barátai, és ők meg pedagógusok voltak. És megmondom őszintén, vonzó volt a nyári szünet. Aztán utána persze jött ennek a szakmának nagyon-nagyon sok izgalma, kihívása, eredménye, szeretete, megbecsülése, és akkor úgy gondolom, hogy most már így visszatekintve jó választás volt. És hol tanított először? Hát én a Palánkon a Csapóban kezdtem el a pályafutásomat. Ez egy szép hosszú történet. Hát ez nagyon hosszú történet volt, ez több mint negyed század. 27 évet dolgoztam ott különböző pozíciókban. Amire nagyon-nagyon büszke vagyok azóta is, hogy a volt tanítványaimmal szinte mindegyikével tartjuk a kapcsolatot. Nagyon sok szekszárdi családban, akik kötöttek oda, egész generációk nőttek fel ilyen értelemben, ahol testvéreket egymás után, mint az orgonasípok jöttek, és úgy sikerült velük foglalkozni, őket tanítani. De mind a mai napig beszélünk egymással, ha találkozunk egymással, megállunk egy szó erejéig, lehet egy kicsit többet is, tovább is. És ezek ilyen nagyon-nagyon jó érzések, nagyon-nagyon jó visszacsatolások, hogy mind a mai napig megvannak. Aztán kiderül időnként egy-egy telefon kapcsán, hogy már nem csak a szekszárdiak, hanem én azért a jelenlegi munkámnál fogva nagyon sokat mozgok a megyében is. És hát bizony a megyében is, és elő-elő fordul nagyon sok helyen, hogy volt tanítvánnyal találkozom.
Ugye kancellárként most nem a tanítás van fókuszban, annak ellenére, hogy egy oktatási intézmény kancellárjaként tevékenykedik, de mégis azt gondolom, hogy ez a tanítói vagy tanítási múlt, ez a tanári múlt, ez nagyban megalapozta azért azt, ahogy mondjuk kancellárként tud irányítani egy intézményt. Igen, azt gondolom, hogy feltétlenül. Ugyanis kancellárként nekem az intézmény működtetés az alapfeladatom, hogy annak a feltételeit kell megteremtsük, meg hát a napi szintű törvényességi, szabályossági, szabályszerűségi működésnek minden feltétele legyen adott. De egy iskoláról beszélünk, és amikor egy iskoláról beszélünk, és iskolát kell működtetni, akkor az egy alapvetés, hogy tudjam, hogy hogyan működik egy iskola. Igen. Belülről. Hogy mik a mindennapi problémák, a mindennapi történések, ugye? Fontos ez. Van. Ezek fontosak. És én ezt, az én előéletem, hála Isten, ezt megengedi, vagy lehetővé teszi, hogy ezt ismerjem. És ezt én mind a mai napig nagyon-nagyon jól tudom használni a munkámban. Mert hogy úgy gondolom, hogy az oktatásnak egy eszköze, egy kiegészítője az, hogy jó legyen az iskolai épület, ott legyen eszköz, ott, hogy jó legyen az informatikai hálózat, ott működjön a belső ellenőrzés, és sorolhatnék rengeteg ilyen területet. De alapvetésként azt kell megmondjuk, hogy azt kell lássuk, hogy mi kiszolgáljuk az oktatást. És ha nem ismerem az oktatás folyamatát, nem tudom, hogy mi mivel függ össze, akkor nagyon nehéz ezt a kiszolgáló tevékenységet jól megcsinálni. Talán ez az egésznek a lelke. Egyébként mivel foglalkozik mindennapokban egy iskola kancellárja? Mondjon egy napot, hogy telik egy nap? Mondjuk a mai akár. Hogy telik egy nap? Hát a mai napom ez egy nagyon érdekes nap volt. Én általában 7-8 között bent vagyok az irodámban, ha szexárnon vagyok. Ma 9 órakor a Vármegyei Kamara titkára, a Kereskedelmi Iparkamara titkárával és szakképzési vezetőjével volt egy órás megbeszélésünk, egy kicsit a szakmaszerkezettel, a megyei szakmaszerkezettel kapcsolatban, a pályorientációval kapcsolatosan, az együttműködésünk mindennapjaival kapcsolatosan. Aztán utána a kollégáimmal kellett néhány területet átgondoljunk, mert hogy vannak olyan izgalmas dolgaink, mint minőségügy, és minőségügyi fejlesztéseket is végzünk. Tehát az intézményeinknek egy alapvetése, hogy mindig jobbak legyenek, és ehhez van egy minőségirányítási rendszer a háttérben, amit működtetünk. Ennek pont most állunk egy olyan új rendszereleme előtt, ami majd nem sokára bevezetésre kerül országosan is, ami az intézményeknek egy külső értékelése. Azzal kapcsolatosan 10 órától volt egy online megbeszélés, szintén egy körülbelül egy órás időszakban. Hát aztán a napi szintű dolgok, jövő héten vezetői megbeszélés van, annak a részleteit kellett tisztázni, beszerzésekkel kapcsolatban kellett ma a kollégáknak instrukciót adni, nem sokára pályaválasztási kiállítás lesz, azzal kapcsolatos feladatok voltak, indul a fűtési szezon, és vannak ilyen napi egyszerű dolgok, amik már ilyen napi rutinokká válnak. Tehát igaziból az egészen átfogó és az operatív napi szintű dolgoktól, így van. Tehát mindegyikből van, hát igen, van ami igen. Megoldandó feladat. Én azt gondolom, hogy vannak olyan átfogó dolgok, amit strukturálisan kell látni, felülről kell nézni egy rendszert. Ilyenek, amikor azt mondom, hogy megtervezzük, hogy melyek azok az iskolák, amelyeknek a felújításába belekezdünk, milyen ütemezéssel csináljuk ezt, vagy tervezünk egy eszközbeszerzési nagyobb eljárást, akkor ezt milyen módon tesszük. Ezt biztos, hogy strukturálisan nézzük, és ez inkább stratégiai gondolkodást igényel. De ugyanúgy stratégiai gondolkodást igényel, amikor a humán fejlesztésekben gondolkodunk, és azt nézzük, hogy melyik területen milyen a szakemberellátottságunk, a sajátunk. Ebben megint egy stratégiai gondolkodás kell. És akkor vannak olyan operatív területek, aminek majd szeretek rálátni. Az egyik ilyen az energetika, mert az egy drága dolog, és ha ott nagyon odafigyelünk, és ez egy aktuális dolog, azt gondolom, hogy ezt szeretem kézben tartani, és erre odafigyelni. A másik meg amiben én úgy egyébként is szeretek dolgozni, pont ez a minőségfejlesztési rész, minőségirányítási rész, mert azt gondolom, hogy ez nem egy papírgyártás, nem egy ilyen papír halmaznak a dokumentumgyártás, hanem ez sokkal inkább arról szól, hogy hogyan tud sokkal jobban működni valami. És ennek megvannak a maga vezetői feladatai is, mert az, hogy valamit megtervezünk, megvalósítunk, visszacsatolunk, visszamérünk, és
javító szándékkal újra gondoljuk és újra elindítjuk. Ez egy ilyen körforgásos folyamat, és akkor ebben a körforgásos folyamatban azért van vezetőnek is elég komoly szerepe. A szakképzésre gondolva, mi a véleménye arról, hogy ez a rendszer, ez a kancellári, és ugye tehát kettős vezetés van igaziból, van egy szakmai, és van egy financiális vagy működési oldalú vezetés. Ez mennyiben tud hozzátenni ahhoz, vagy mennyiben tud változtatni az oktatásnak a előre menetelő helyzetén? Ilyesmire gondolok. Mi a vélemény erről? Hát a cél tudom. A cél az az volt, amikor ez a rendszer kialakításra került, hogy a menedzsment szerep és az oktatás szakmai irányítási szerep az egymástól váljék el. És nem azért, mert ezek nem függnek össze, hanem azért, mert az oktatás szakmai irányítás az egészen más gondolkodásmódot, sokkal inkább egy oktatás módszertant, egy olyan ilyen irányú odafigyelést jelent, és ennek van egy háttér támogató része, és ez pedig inkább a menedzsment szerep. Na most nehéz egyidejűleg úgy dolgozni és úgy gondolkodni, hogy azt mondom, hogy menedzser szemléletem is van, mert igen, a kapcsolatrendszeremet építem, a struktúrrendszer szinten gondolkodom, intézményt működtetek, pénzügyi részét felügyelem, és a hozzá kapcsolódó háttereket, mondjuk így a back office-t működtetem. Ez egy egészen más szemlélet, mint amikor azt mondom, hogy egy oktatás szakmaiságában, mondjuk egy projekt alapú oktatásnak a bevezetéséről beszélünk. Mert az egy erős szakmai módszertan, és ez a szakképzésben jelenleg egy nagyon-nagyon fontos, kiemelt tevékenység, hiszen arra kell megtanítsák az iskolák a gyerekeket, és nem csak az iskolák, hanem itt azért most már vannak a cégek, akik itt nekünk ilyen duális képzőhelyként partnereink, nagyon jelentős partnereink. Tehát, hogy arra kell közösen megtanítsuk a leendő szakembert, hogy manuálisan, tevékenyen meg tudja csinálni azt, amire őt képezzük. Na most nem elméletben képzünk szokácsokat, hanem gyakorlatban, nem elméletben képezünk hegesztőt, hanem gyakorlatban, és ugye ahhoz, hogy ezt a gyerekek is el tudják sajátítani, meg ők is ismerjék meg, élvezzék ezt, hogy egy más szemlélettel menjünk, ehhez meg kell az, hogy az oktatás is egy más szemlélettel történjen. Az ő képzésük is más szemlélettel történjen. Ennek a szemléletnek van egyébként kézzelfogható hozadéka? Tehát mondjuk diák létszámban, vagy nem is tudom, a képzést elvégzők számában? Akár ez mérhető-e ilyen módon? Én azt gondolom, igen. Tehát nagyon-nagyon sok mérőszámunk van. De ez a szemlélet, ez egyébként egy gazdasági elvárás volt, társadalmi elvárás. Hát igaziból ebbe az irányba tart a világ. Tehát ugye, amikor mindenki azzal szembesült, hogy nem talál egy vízvezetékszerelőt egy csőtörésnél, vagy egy szobafestőt, amikor festeni kéne a lakást, akkor derült ki, hogy mennyire nagy igény van a szakmunkára, mennyire nagy igény van a szakmunkásokra. De hogy ez az igény innét is megjelenik, meg a másik oldal is megjelenik, mert azért nagyon-nagyon sok esetben kaptunk olyan kritikát, hogy nagyon okos gyerekek járnak oda, csak nem tud egy szöget beverni. Na és akkor ez óriási probléma. És amikor ezt a kettőt összerakom egymás mellé, akkor jön az, hogy igen, másféle módon kell gondolkodni, másféle eljárásokkal kell végigvinni ezt a típusú oktatást. Na most ezért volt egy teljes szintű váltás a szakképzésben 2020-ban, amikor ez az új szemlélet bevezetésre került. Hogy ennek vannak eredményei? Igen, vannak mérhető, számszerűsíthető eredményei. Amit én látok, hogy ebben a pillanatban a 2019-20. Évhez, inkább így mondom, ahhoz képest a tanuló létszám, most itt megyei szintről tudok beszélni, a tanuló létszám jelentősen nőtt. De nem csak az a tanuló létszám, akik a gyerekeket jelentik, hanem rengeteg felnőttet tudunk bevonni a rendszerbe. És akik átképzik magukat. Magukat, és szakmát tanulnak, mert hogy ők már nagyon jól tudják egyébként, sok mindent tudnak abból a szakmából, amit csinálnak, csak nincs róla egy formális tudásuk, nincs egy bizonyítványuk róla. És akkor így mi erre is mozdultunk, és akkor azt mondom, hogy így a nappali rendszerben a gyerekeket tekintve, a szakképzőiskolásokat, meg a technikumokat tekintve volt egy ilyen közel 15-20% közötti létszámbővülésünk, ami egy óriási eredmény. Az nagyon nagy eredmény, az egy abszolút nagy eredmény.
És a felnőttek tekintetében meg egy óriási nagy, tehát ott meg 8-10-szeres a létszám ahhoz képest, ahol tartottunk. Néhány száz embernél tartottunk 2019-20-ban, jelen pillanatban 2000 fölött vagyunk. Tehát azért itt ilyen óriási ugrások vannak. Egyébként hihetetlen lelkesedéssel beszél erről a szakmáról, és csak egy picit így eltávolodva, de mégis a szakmánál maradva, úgy visszatekintve az elmúlt évtizedekre, hogy az, amit most csinál, az mennyiben kapcsolódik? Most nyilván tanítás nyomán kapcsolódik, de ez azért egy rendszer szintű gondolkodást mutat. Hát az én életemet, ha végig gondolom, most már így illik, ugye a 6. X-en túl. Nem viccelj, teljesen komoly. Akkor szóval... remegérek. Igen, ezt talán azt hiszem a szüleim meg a nagyszüleim, akik erről tehetnek, és őnekik köszönhetem ezt. Szóval már ilyenkor illik egyszer úgy végignézni, hogy mi történt az életünkben. És én azt láttam, hogy az én életemben a tanulás az mindig jelen volt. Volt, amikor formálisan, mert munka mellett még egyetemre jártam. Aztán volt, amikor informálisan, amikor nagyon-nagyon sok olyan szerepet vállaltam különböző fejlesztésekben, feladatokban, amihez nem kellett úgymond a papír, a bizonyítvány, de mégiscsak kellett egy tudás hozzá, egy tapasztalat. Aztán 2003-ban lettem iskolaigazgató, és akkor még csak egy iskola volt a kézben, de az egy iskola meg azért volt nagyon izgalmas, ez a Csapó volt Palánkon, és ez azért volt nagyon izgalmas, mert ott tulajdonképpen az iskola mellett volt és van is jelenleg egy termelőüzem, egy tangazdaság. És ott kellett szembesülni először azzal vezetőként, hogy mi az, amikor egy kicsit ilyen rendszerben kell gondolkodni. Hogyan tud egy üzemi gondolkodás, egy mezőgazdasági termelőüzemi, 70 hektárról beszéltünk is állattartó teleppel, hogyan tud ez összekapcsolni egy oktatással? Tehát miniben igaziból az történt, ami itt nagyban hát most igen, lehet ott mondani. Lehet ezt mondani, igen, lehet ezt mondani, hogy ott indultunk minibe. És akkor utána hogy haladt az életem tovább, egy néhány év, és akkor 2008 környékén kaptam egy olyan feladatot, hogy a Dunántúlon 8 agráriskolát kellett összefogni. Na most ez megint egy szervezeti gondolkodást jelent, egy struktúra kialakítás, rendszer kialakítás, rendszer szemléletet jelent. Itt volt a következő lépésünk. 2014-ig, ez egy 6 éven keresztül végeztem ezt a feladatot, és amire nagyon büszke vagyok, hogy annak az eredménye még mindig megvannak. Nyilván már nem abban a rendszerben dolgozom, de azért az alapokat ott sikerült elég jól lerakni, úgy látszik. Szóval, hogy 2014-ben kaptam egy felkérést, és akkor a akkori Földművelésügyi Minisztériumban szakképzési területen dolgozva tovább, de elvállaltam egy főosztályvezetői feladatot. És a 8 iskolával szemben már 64 iskolának a munkáját kellett összekoordinálni, stratégiai szinten rájuk nézni, agrárszakképzési stratégiát alkotni, hiszen az volt az az időszak, amikor ezek az iskolák mindannyian oda kerültek az agrártárca fenntartása, vagy többségük akkor került oda, mondjuk ugye a kétharmaduk. És hát ez egy nagyon nagy kihívás, egy nagyon nehéz feladat volt egyébként, de nagyon nagy tanulás is volt, mert meg kellett tanulni az államigazgatás működését, és mellette pedig egy nagy rendszert kellett felépíteni, működtetni, koordinálni, struktúrálni. És akkor jött egy másik terület, az már a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, ott pedig már inkább az oktatás módszertan, a szakmának a módszertani része, a vizsgáztatás, a tantervek, az ehhez kapcsolódó feladatok, bár ott meg jött egy új terület, a támogatásoknak a rendszere, azt is meg kellett ismerjem, megint csak egy rendszer szintű gondolkodásban kellett menni, és ez így mindig így rakodott, és azt mondtam, amikor 19-ben adott ez a lehetőség, hogy ismét Szekszárd és egy szakképzési centrum és kancellária, akkor úgy gondoltam, hogy most már biztos van annyi tapasztalatom, vagy hittem magamban, hogy van annyi tapasztalatom, hogy ezt meg tudom csinálni. Mika? Céljai a jövőre nézve, személyes célok. Ez jó volt egyébként, hogy mondja, hogy hit magában, mert szerintem ez nagyon fontos az embernek, hogy el tudjon odáig jutni önbizalomban, meg tudásban, hogy higgyen magába. Igen. Hát ez nagyon fontos. Hát az én személyes céljaim, most már békésen
befejezni egy életpályát, úgy gondolom. Ez egy nagyon nagy alapvetés, meg nagyon fontos, hogy tudok már arra figyelni, hogy ezen a területen nagyon sok felé ismerik a nevemet, és ez most mindenféle nagy képviség nélkül, de nagyon büszke vagyok rá. És most is dolgozom különböző nagy rendszerfejlesztésekben. De én azt gondolom, hogy szeretném becsülettel, tisztességgel végigvinni, és utána, amikor meg eljön az idő, hogy majd lehet nyugdíjba vonulni, akkor már csak ebből annyit vinni, és annyit élvezni, amennyi jól esik. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik pedig, hogy én nagyon nagy tisztelettel és szeretettel vagyok a szüleim iránt, akik még mind a mai napig élnek, már nagyon idősek, és az ő ezen öregkori időszakokat mindenképpen szeretném támogatni minden erővel és lehetőséggel, hogy ezt teszem egyébként most is, de azt gondolom, hogy ilyenkor értem meg azt és tudom azt, hogy mi az, amit gyerekként kaptam, és mi az, amit most vissza tudok ebből adni. És akkor ez számomra egy ilyen nagyon nagy cél és nagyon nagy feladat is egyben, hogy ezt tisztességgel, becsülettel, a magam lelki ismeretének megfelelően tudjam megtenni. Nagyon sok sikert kívánok mindehhez. Szakmában, magánéletben egyaránt. 1000 kérdésem lenne még. Nagyon sokat lehetne beszélni erről a témáról, azonban az időnk végéhez érkeztünk. Én nagyon köszönöm, hogy eljött és hogy beszélgettünk. Remélem folytatjuk még. Hát nagyon szépen köszönöm én is. A nézőknek a figyelmet köszönöm. Tartsanak velünk legközelebb is.